Kossuth tér visszatér-e? Már milyen szempontból visszatér-e? Hát ez egy helyben marad. Az nem. Olyanok nem akarunk lenni. Kedves nézőink, újra élet a Kossuth téren, hamarosan a sajtótörvény ellenes egyik legnagyobb demonstráció kezdődik itt a parlament előtt. Fellép többek között Rílusz Dorka és Bródi János, programpontokat Bakás Tibor fogja ismertetni, és az esemény után Fidesz szavazókat fogunk keresni itt a tömegben, hiszen a tüntetés civil szervezői mindenféle párt, mindenféle szimpatizánsát várják. Egyet értenek velünk és a tüntetéssel, hogy küldjenek Orbán Viktor e-mail címére, mondom, orbanviktor@. De tényleg, ne? Rossz indulatú sár. Tehát még egyszer orbanviktor@orbanviktor.hu. Nagyon szeretnénk, ha leszakadna a szerver. És... Sokan vannak, akik összekeverik a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével. Minden gyakár dönne, bárkit beengedni. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Az a kérdésünk, hogy önök szerint ma Magyarországon van-e most ebben a pillanatban sajtószabadság? Hát csak részleges. Nincs. Már nincs. Van-e vagy nincs sajtószabadság? Hát most ez nem az én dolgom megítélni. De... Hát nyilván Belorussziában nézve természetesen van, nyilván Németországban nézve már nem számít annak. Jelen korlátozó még... van. Igen. Nem. Hát te már te egy hírügynökségen dolgozol, és te mondtad, hát, hogy a főnököd fél leadni a hírt. Igen, ez igaz. Nincs sajtószabadság. Ez... Jó, hát ez egy igaz. Nincs. Röviden. Mennyire féltek ti a sajtótörvénytől? Hát én rendkívül félek, mivel magam is újságíró vagyok, és nagyon nem örülnék, hogyha megszabnák, hogy mit mondhatok. És melyik újságnál szabad kérdezni? Én Rébusz Piák munkaközösségnek a honlapjára írok. Hát ugye egy sajtószabadságmentes országban talán nem is lehetne kimondani, hogy nincs sajtószabadság. Olyan országban, ahol a kormány korlátoz, eltökélte, hogy korlátozza a sajtószabadságot, de ez nem sikerült neki se eddig, se eddig. Tehát most még van azért sajtószabadság? Van sajtószabadság, és a kormány eltökélte, hogy korlátozza. Mi az, amiért pontosan kijöttek? Melyik rész az, amelyik nem tetszik ennek a törvénynek? Az a rész nem tetszik, hogy bármit szankcionáljanak, hogyha az emberek leírnak, vagy kimondanak. Hogy úgy mondjam, félő az, hogy egy autokratikus irányba megy el az egész. Orbán által követett vonal nagyon sokban hasonlít a kádári rendszerhez. Tehát, hogy melyik passzus az, amelyik nálad kicsapta a biztosítékot? Nem olvastam egyik passzus se. Például pornográfia délután 2-kor ne nyomjanak, de az, hogy tényleg hogy nem mondhatjuk ki azt, amit gondolunk, amit egyébként kimondhatnánk, ha... Ez egy szabad ország lenne. Tehát most nem szabad ország? Nem. Tehát ma mondjuk ebben a pillanatban nincs akkor sajtószabadság szerint. Amint meghozzák ezt a törvényt, úgyhogy tényleg elkezdik bevezetni, és mindenre kiterjedően onnantól kezdve nem. Hát január 1-e óta él a törvény. Tudom, de amikor komolyabban elkezdik, mert most még csak így próbálgatják, hogy meddig tudnak elmenni. Egy sajtószabadság mentes országban le lehet-e írni, hogy nincs sajtószabadság? Nem. De hát akkor most ezt le lehet, ergo. Most még le lehet, majd. Hogy azt gondolom, hogy egyenként minden egyes a médiában elkövetett hibáért segbe lehet rúgni valakit, de hogy ez legyen nagyon konkrétan és tisztességesen leszögezve. Aminél föl voltam háborodva, hogy pontosan azt kérték a rendezők, hogy politikai személyiségek ne jöjjenek ide. És kérdem, de én nem láttam semmilyen, de kérdezem én, kinek van bátorsága ahhoz, és kinek van arra engedélye, hogy a Kossuth téről embereket kitiltson, vagy beengedjen. Ha esetleg egy Gyurcsány Ferenc megjelenne itt, akkor lehetséges, én magam részéről nagyon elégedett lennék, és örülnék neki, hogy egy tiszteletreméltó magyar állampolgártársammal együtt ültethetek. Nem először történt, nem ők. És mi fideszeseket keresünk itt a tömegben, hogyha megnyilatkozunk. Sajnos nem mi találtam. Fidesz szavazókat keresünk itt a környéken, nem tudom, hogy azok vagytok-e. Nem hiszem, hogy talál ilyet, de mi maximum a weblapunknak a címét tudjuk megadni.
Én nem vagyok szavazó. Idén 94-ben szavaztam a Fideszre, de aztán azóta nem szavaztam. Nem, nem vagyok Fideszes. Nem voltam, nem lesz. Te esetleg Fidesz szavazó? És ettől fogva biztos, hogy nem. Haladtam a föl is.